Üdvözöljük Önöket a Space adásában! 2014 rendkívüli év volt a naprendszerünkben. Sikerült leszállni egy üstökösön, új űrhajósok mentek föl az űrbe, és különféle missziókat terveznek. Merre is tartunk? Mi a jövője az űrkutatásnak Európában? Mindjárt meglátják, előbb azonban jöjjön néhány hír. Felébresztették az eddig alvó üzemmódban haladó Új Horizontok nevű amerikai űrszondát, amely elsőként vizsgálhatja meg a Plútót. Jövő júliusban ér a bolygóra. Elindították a Hayabusa 2 japán űrszondát egy aszteroida felé. A kisbolygó különböző pontjain végeznek majd méréseket robotokkal, és mintákat hoznak a Földre. Az Európai Déli Obszervatórium megerősítette, hogy 1 milliárd euróval finanszíroz a Chilében az európai rendkívüli nagy távcső megépítését. Így elkezdődhet a világ legnagyobb teleszkópjának építése. A néhány napja hozott döntéseknek hatásuk lesz arra, hogy mi történik majd az űrben a következő 10, 20, 30 vagy akár 50 évben. Lássuk a terveket! A világűr lenyűgöző lehet. Egy német űrhajós, Alexander Gerst, timelapse technikával készítette ezeket a képeket a Földről. A legjobban azt szerettem abban, amit Alexander Gerst csinált, hogy csodálatosan adta át, hogy a Föld miként néz ki az űrből. Azt gondolom, hogy nagyon sok fiatalt megragadott ezzel, és idősebbeket is, akik fejben fiatalok maradtak. Amit csinált, azzal jót tett az űrkutatásnak Németországban. A világűr nagyon emberi is lehet. Amikor a Philae megérkezett, osztozhattunk az örömben. Hol is kezdjük? Leszálltunk egy üstökösön. Ki hitte volna? Nagyon lelkesítő, inspiráló dolog volt. Az űr azonban pénzről és politikáról is szól. Visszatérünk a Földre, Luxemburgba, ahol a karácsonyra készülnek. A közelben az európai űrpolitika körhintája is forog. Az Európai űrügynökség 20 tagországának miniszterei rakétákról, missziókról és kemény pénzügyi kérdésekről tárgyalnak. Az egyik mai téma az, hogy egyensúlyba hozzuk az országok hozzájárulását, főként Franciaországét, Németországét és Olaszországét. Az alkudozás jó része már a tanácskozás előtt lezajlott, amikor elfogadták az űrügynökség 3,3 milliárd eurós éves költségvetését. Luxemburgban véglegesítették a részleteket. A siker ezeken a tanácskozásokon gyakran azon múlik, hogy megtalálják-e a közös nyelvet. A tétek meglehetősen nagyok. Nem lehet pótolni a személyes kapcsolatokat, egymás megismerését. Ez vezet el a megegyezéshez. Sokat tárgyaltak a felbocsátásokról. Ha el akarnak jutni az űrbe, ahhoz rakétára van szükség. Az európai piacvezető Ariane 5-öst már drágának tartják. Valószínűleg veszít piaci részesedéséből olcsóbb amerikai vetélytársával szemben. Az űrügynökség válasza egy új rakétakilövő, az Ariane 6-os. A legjobb hír Európának az, hogy elhatároztuk. Közösen hozzuk létre az Ariane 6-ost, amelynek első útja 2020-ban várható. Ez egy új rakéta, egy versenyképes moduláris hordozó, amelynek nem lesz szüksége közpénzre a működéséhez. Így néz ki az új Ariane 6-os. Két változatban készítik, két vagy négy indító rakétával. Az ára fellövésenként 70 és 115 millió euró között lesz, vagyis sokkal kevesebb, mint az Ariane 5-ös 160 milliós fellövési költsége. Ez nagyobb rugalmasságot ad, és versenyképesebbé tesz minket. Mi, európaiak, szeretnénk fenntartani azt, hogy magunk juthassunk fel az űrbe. Versenyben vagyunk az amerikaiakkal, a kínaiakkal, az oroszokkal, az indiaiakkal. Nagyon sok a vetétás, de az élmezőnyben akarunk maradni, és jó hordozó rakétákat gyártani, amelyek műholdakat visznek az űrbe. Tehát merre tartunk az űrben? A Mars az egyik fő cél. Az ExoMars misszió, amelyet Olaszország és az Egyesült Királyság vezet, 2016-ban felbocsát egy keringőegységet és egy kis űrszondát, 2018-ban pedig egy landolóegységgel térképezné fel a Marsot.
Az ExoMars egyedülálló, képesek leszünk lefúrni és az életjelei után kutatni a Marson. Erre korábban nem volt lehetőség. Minden alkalommal, amikor missziót indítunk, van valami új a Rosetta nyomában. Ez az izgalmas ezekben a tudományos missziókban, nem lehet tudni, hogy mit találunk majd. In un certo senso è la continuazione logica. Bizonyos értelemben ez a filé logikus folytatása. Úgy véljük, nagyon érdekes megnézni, mi van a Mars felszíne alatt. A felszínen végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy nincs élet a Marson. Ez nyilvánvaló, hiszen a sugárzás és a kozmikus sugarak bizonyára elpusztították az élet minden formáját az évek milliói alatt. Másrészt lehetséges, hogy valami megmenekült a mélyben. Az emberiség jövője az űrben kevésbé világos. Európa két űrhajost küld a világűrbe jövőre, a nemzetközi űrállomást viszont valószínűleg leszerelik a 2020-as évek végén, ha nem kap több támogatást. Számunkra a nemzetközi űrállomás tökéletes infrastruktúra a kutatáshoz az alacsony föld körüli pályán. Szükségünk van rá az élettan, a biológia és az anyagok tudománya miatt, illetve a föld megfigyelése és az alapvető tudomány, például az antianyag kutatása miatt is. Miközben az űrhajósoknak fontos szerepük van a kutatásban, sokan Európában támogatják az olyan robotmissziókat, mint a Rosetta. Manapság az nyűgöz le leginkább, amire a robotok képesek. Mindenhová eljutunk a robotokkal, és a robotok kapacitása révén sokkal gyorsabban, jobban és olcsóbban tudunk dolgozni. A tudományos missziókat az Európai űrügynökség minden tagjának finanszíroznia kell. De a legtöbb kormány azért is fektet be a világűrbe, mert az jó üzlet. Nem csak munkahelyeket hoz létre, hanem szolgáltatásokat is, amelyeket lényegesnek tartunk. Például a műholdas tévé, a navigáció vagy a föld megfigyelés. Az álmon túl, amit az űr mindenkinek kínál, vannak kézzelfogható dolgok a tudományos kutatásban, amelyek alapvetőek országaink fejlődése szempontjából is. Ez jó a gazdaságnak, de jó amiatt az érzés miatt is, hogy tartozunk valahová. A földlakók közösen dolgoznak, és azt hiszem, manapság a projektek, amelyek szolidaritást és testvériséget hoznak létre, emelik a vita színvonalát. Kemény gazdasági érvek alapján hozzák meg a döntéseket arról, miként finanszírozzák és kezelik az űrt Európában. Az eredmények azonban szépek is lehetnek. A következő hónapban a Space-ben a tudomány egyik legtrükkösebb kérdésére keresünk választ. Mi a sötét anyag és a sötét energia? See you then.